Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ahogy lehet látni, a Tint 2-esről fogok beszélni, alapprogramindító, helytakarékosan. Miért került ez elő? Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a panelon ikonok vannak, és az a probléma, hogy a panel hossza kötött. Azaz akármekkora monitorod van, és akárhány panel teszel fel, az egy gyakorlatilag a panel, az egy kötött méretű, arra megfelelő mennyiségű ikon tudsz rárakni. Természetesen mindenki mondhatja azt, hogy felesleges annyi ikonokat odarakosgatni, lehet így is, úgy is, gyors billentyűvel, meg egyébbel indítani a programokat. Igen, ezen egy kicsit elgondolkodtam, illetve megnéztem, hogyan oldották meg a Mabox Linux alatt ezt a gondolatot, OpenBox és Tint 2-es felállással, azaz igencsak jól összerakott Tint 2-es panelt kaptunk, és ott láttam azt a megoldást, hogy bizony nem a megszokott módon indítják a programokat, hanem másképp, azaz helytakarékosan azért kell gondolkodni, mert akárhogy nézzük, megfelelő mennyiségű ikont rá szeretnénk rakni, és egyebet is használni a panelon, így bizony a helyjel érdemes takarékoskodni. A Tint 2-esben háromféle indítási megoldás van. Az első a hagyományos indító, amikor fogod és ráhúzod a megfelelő helyre egy kis nyilacskával azt a programot, amit szeretnél indítani. Ennek van egy hátránya. Az indítónak egy program, egy ikon. Egyszerű, megmutatom, hogyan működik, de nem túl helytakarékos. 10 programnál 10 darab ikon fog felkerülni. A másik kettő a gomb, illetve a végrehajtó, én így fogom hívni, az angol kiejtésem nem jó, azaz gomb és végrehajtó. Ezt a kettőt érdemes használni, a gomb. A gomb egy ikon mögé több indítandó program is rakható, azaz gyakorlatilag 5 darab programot be tudsz rakni egy darab ikon mögé úgy, hogy bizony az egér gombokat tudod használni, jobb, bal, fel, legörgetés és a középső kattintáshoz tudsz rendelni egy-egy indítandó programot. Logikus gondolat, hogy az ember, hogyha felrak 5 darab gombot, és ahhoz hozzárendel darabjával 5 darab programot, akkor már 25 darab program lesz, és nem feltétlenül fogod fejbe tartani azt, hogy az XYZ gombra rákattintva, akkor a jobb egérgombbal mi fog előjönni? Természetesen van help lehetőség is, ha be van állítva a Tint 2-es, úgyhogy jelenítessen meg egy kis helpet, természetesen meg fogja azt jelenítetni, azaz nem lesz neked problémád azzal, hogy elfelejted, mit hol találsz. A következő egy hibrid megoldás, ez a végrehajtó, exekútor, ez igazából nem arra való alapesetben, hogy programot indíts, hanem egy scriptet hajt végre megfelelő időközönként, és annak a kimenetét kírja akármilyen például időjárás kijelzés, tárhelyfoglaltság kijelzése, akármi egyéb script alkalmazásával tudsz információt a panelra rátenni, ami alapesetben nincs ott. De ennek is van olyan lehetősége, hogy nem csak végre tudja hajtani az adott scriptet, hanem 5 darab megfelelően bekonfigurált programot is el tud indítani, azaz bármelyiket választod, én a gombot fogom bemutatni, mert az egyszerű, semmi egyéb dolog nincs, az exekútort és az indítót is alapszinten meg fogom mutatni, a különbséget. Oké, a különbséget meg fogom mutatni, na hát nézzük is meg, hogyan készül el egy egyszerű, gyorsindító gomb, ami mögött 5 darab lehetőség van, 5 darab program van. Az első lépés véleményem szerint az, és ezt fogadjátok meg, különben elég sok hibajavítás előkerülhet, hogyha fejből nem tudjátok a programoknak az indító parancsát, amit a terminálba be kell írni, akkor szedjétek össze, írjátok be terminálba, elindul, működik. Tehát, hogyha az van, hogy a double commandert szeretnéd betenni, akkor elindítod terminálból, és működik, persze működik, első osztályú, tehát ezzel probléma nem lesz. Azaz a többivel is így kell eljárni, főleg, hogyha paramétereket, egyebeket szeretnél használni. A másik gondolat azért érdemes összerakni egy listába, mert akkor átlátod az összes változtatást, összes olyan programnevet, amit szeretnél elhelyezni, és nem lesz olyan, ami kimarad. Nincs bosszantom, hogyha 5-öt rakhatsz be valahova, beraksz 5-öt, és utána kiderül, hogy nem az az 5, hanem 4, plusz egy másik lenne jó oda. Én azért át szoktam gondolni, plusz,
természetesen összeszedem a helybe bekerülő szöveget, és nem ott kell bénáznom a gépeléssel. Elindítjuk a Tint2-es felületnek a szokásos grafikus felületét a Tint2.conf parancsal, és akkor megkapjuk azt a panelt, amiben szerkeszteni tudunk, ha kiválasztjuk a megfelelő RC fájlt, azaz. Én azt mondom, első körben nézzük meg a grafikus dolgokat, ami lényeg, három darabról beszéltem, amire lehetőség van, én úgy gondolom, hogy mind a hármat végignézzük. Első körben a kedvencemet, amivel kezdem most egy picit feltölteni a tint panelomat, az a buton, azaz a gomb. A gomb nagyon egyszerű, lehet látni, hogy a beállítása egyszerű, nem jelent semmi gondot. Első körben megadsz egy ikont, én úgy gondolom, hogy olyan ikont érdemes megadni, ami minden rendszerben bent van. Azaz saját ikonokat csak akkor adjál meg, tehát letöltött ikonokat, vagy olyan érdekesebb ikonkészletből, ami nem feltétlenül teljes, vagy különleges, és elérési utat adsz meg, olyat ne használjál. Ha valamit letöltesz, ikont, azt tedd be a Tint2-es könyvtárba, hogyha az egész könyvtárat lemented, az ikon is lementésre kerüljön, mert különben, hogyha olyan ikon nevet adsz meg, ami nincs, vagy olyan elérési úttal adsz meg ikont, ami nincs, akkor nem fog megjelenni esetleg egy másik rendszeren, egy újratelepítés után. A text, a szöveg bármi lehet, én azt mondom, hogy a text, a szöveg bármi lehet, az nagyon jó dolog, mert például itt ez a kis vonalkák, ezeket érdemes, hát hogy úgy mondjam, átgondolni, hogy őket miképp fogjuk beírni, tehát hogyha nem adsz ikont, akkor egy text szöveget odaírhatsz, a két kis nyilacska egyik másik oldalt, vagy akármilyen betű, ábra, amit be tudsz rakni, az ide jó lesz. Egyrészt helyettesítheti az ikonokat, ha nincs meg az ikonkészletben az az ikon, illetve nem találja meg a rendszer. Kettő, hogyha nem szeretnél ikont rakni, egy-egy ilyen nyilacska, betű, az minden. Szó szerint vedd, minden rendszerben bent lesz, mondjuk az M betű, vagy az F betű, mint fájlkezelő. Oké, vissza oda, ahonnan elindultunk. Igen, most a fájlmenedzsereket fogjuk beállítani. Láthatóan a fájlmenedzserekből négyet szedtem össze, ezeket szoktam használni, az ötödiket pedig én szépen át fogom mindig másolni, mert a Maboxnak van egy ilyen, mindjárt rákattintok, van egy ilyen JPG menüs dolga, amit én úgy nézegettem, tetszik, talán-talán megtartom, talán-talán nem, na hát ezt szépen megtartom, és nem fogom megváltoztatni. Az első körben ezt lementem, átmásolom ide, a felfele nyíl a Ranger, vissza ide, Ranger, ez az egérgomb, ide jön, és még mi maradt, természetesen a kedvencem a Space FM, lehetett volna ketté osztani a képernyőt, de ahol most nem bajlódtam, azaz minden megvan. A következő gondolat, ami fontos számunkra, természetesen lehet látni, innézettem a gondolatot, a helpet, a tolltippet, én már előkészítettem, ennyi, kivágom, bemásolom, és már kész is vagyunk. Tehát gyakorlatilag, amikor én aplira bökök, ellenőrizzük is le, gyakorlatilag a kitöltés után működnie kell. Elindult? Természetesen elindult. Nézzük meg a középső egérgombot az ikonon. Elindult, örülök neki, mivel hogy nagyon fontos, hogy minden működjön. Még egy ellenőrzés, a görgető fel, és elindult a Ranger. Azaz minden működik, ahogy kell. A színezéssel nem szeretnék én foglalkozni, olyan színeket úgy állogatod be, ahogy neked tetszik, gyakorlatilag egyéni dolog. Oké, nézzük meg, hogy miért ez a legjobb véleményem szerint. Az indító panelt megoldhatod az indítóval, és innét kiválasztasz egy akármit, az Audacity-t betesszük ide, egy darab Audacity, meg legyen egy másik, mondjuk az Apimicses dolog, ide elindítom. Oké, le, és kettő darab ikon megjelent. A két darab ikon mit tesz neked? Kettő darab programot indít. Hát bizony, az egy darab ikon ötöt elindít, az bizony jobb arány, igaz? Tehát ezeket a
Megoldásokat én az utóbbi időben hanyagolni szoktam, az óra is hasonlóképpen működik. Az órán is van 5 kattintási lehetőség, tehát ez gyakorlatilag megsokszorozza annak a lehetőségét, ami idővel kapcsolatos, az az óra alá bekerül. Tehát bekerül az óra alá, a dátum alá, amit beállítottál, és akkor már egy helyen 5 darab plusz 1 az óra fog megjelenni. A végrehajtás, az exekútor, az is hasonló dolog. Nézzük is meg, elindít valamilyen, akármilyen programot, és azt meg tudod csinálni, itt van a program, illetve lehet 1, 2, 3, 4, 5 darab parancsot is, ugyanaz, mint az előbbi, azzal a különbséggel, hogy esetleg egy script futtatási lehetőséged van. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy te melyiket szeretnéd használni, teljesen mindegy. Azért mondom, hogy teljesen mindegy. A bemutatott lehetőségek ugyanolyanok, villámgyorsan kitölthetőek. Én a gombokat jobban szeretem. Nyilvánvalóan itt lehet látni, hogy egy gombhoz ez a kis arra mutató nyilacskához egy darab van. Az utolsó az is egy van, későbbiek folyamán ezt teljesen feltöltöm programokkal a megfelelő logika szerint. Azaz, minél kevesebb ikon, minél több indítható program. Plusz, ahogy itt mutatja, lehet toltippet hozzátenni, tehát helpet, segítséget, és ha fölé viszed, fölé visszük ide, és szépen kírja. Ide bármilyen hosszú szöveget be tudsz írni, gyakorlatilag én azért azt gondolom, hogy maradjunk abba a távolságba, ami még értelmezhető, olvasható és kényelmesen látod. Azaz, vannak lehetőségeink arra, hogy a középső rész, ahol a futóprogramok, illetve az asztaloknak a számjelei vannak, azok szépen helyet kapjanak, a futóprogramok a dokkolóban helyet kapjanak. Nem az a lényeg, hogy rengeteg ikonod legyen, hanem az, hogy megtalált kategorizálva az indítandó programokat, és erre a Tint 2-es nagyon jó lehetőséget ad, hiszen egy ikon mögé, egy jel mögé, bár ezt is hívhatjuk ikonnak, egy-egy jel mögé, egy ikon mögé legalább 5 darab programot be tudunk tenni. Én feltételezem, nem mindenki szereti a grafikus felületet, bár elég normális kódot ad, tehát nem lesz nagy katyvasz, mint sok egyéb programnál, ahol a grafikus beállításokat csináltak. Én úgy gondolom, kézzel is be tudjuk szerkeszteni, gyorsan oda navigálunk, Tint 2 panel és beállítjuk, nem, hanem megnyitjuk a meglévő, tehát általunk látható állományt, és legörgetünk oda, hogy itt vannak a butonok, a gombok. Egyértelmű, hogy sorba fog megjelenni. Alapvetően ezzel más teendő nincs, hogyha még egy gombot beszeretnél állítani, fogod ezt a részt, egy részt kimetszesz, kivágsz, és beállítod a sorszámozást, megváltoztatod, kivéve, hogyha legutolja után szeretnél tenni, és utána beírod ezt a helpet, az ikont, a szöveget, tehát az előbbi példa szerint a nyilacskákat, feltöltöd a parancsot, ennyi, és akkor egységes lesz, nem nyúlsz semmihez, lemásolod, egységes lesz. Okozhat ez valakinek gondot? Nem. Szerintem senkinek nem okozhat gondot, én úgy gondolom, hogy azt a lehetőséget választod, ami számodra kényelmes. Én azt javaslom mindenkinek, mind a kettőt próbálja ki, hiszen gyakorlatilag mind a kettő villámgyors, főleg, hogyha, ahogy láttátok az előbb, előkészítettek a dolgokat, akkor csak kimásol, kivág, berakosgat című dolgot kell megcsinálni, semmi problémát nem okozhat a dolog. Nem ennek a beszélgetésnek a témája, de én úgy gondolom érdemes most gyorsan megemlítenem, hogyha nagyon zavar, hogy az akkumulátor töltöttséget kijelzi, ahányszor elindítod a Tint 2-es panelt, leállítod, szerkeszted vagy hozzányúlsz, ha ez téged zavar, idejössz és az egyenlőség mögötti parancsot kitörlöd, majd lemented, jó eséllyel utána nem fog neked csipogni, hogy tele van az akkumulátorod, vagy alacsony az akkumulátor töltöttség. Nyilván, hogyha laptopod van, vagy hasonló eszköz, aminél ennek van értelme, az jó dolog, de amikor asztaligépen időnként elkezd kiabálni, földobja nekem, hogy alacsony a töltöttsége, annak, ami nincs is, persze, hogy alacsony a töltöttsége, vagy a Tint 2-es panellal dolgozom, kikapcsolom, bekapcsolom, szerkeztem, újraindítom, tehát valamit csinálok, és állandóan a elemre panaszkodik, az akkumulátorra panaszkodik, attól nekem heróton van,
és a Mabox fórumon valaki felvetette, hogyan lehet ezt eltüntetni. Na hát, én most elmondtam nektek is, hogyan lehet ezeket a dolgokat eltüntetni, azaz lényeg számunkra így lehet beállítani a gyorsindításokat, az ikonok mögé így lehet tenni 5 darab parancsot, a többi a te dolgod, hogyan használod ki ezt a lehetőséget. Köszi szépen, sziasztok!